Más? Ivi még melyik számot? Szabadíts fel én kívül. Nem kell az eddig a napja. Több dalt is lehetett játszani? Hát ne, persze. Van még más is? Itt nálad, most kézzel. Csak audio CD-n van. Ha jó volt. Most ott legyen a talán. Jó. Lehúztam. Ügy, ez mi az? Te valami más van benne. Szeptember 22-e van, ezzel újdonságot nem mondunk, kollégáim is már megtették jó párszor, ha jól emlékszem, akkor én is, és a közbeszédben vendégünk van, Fülöp Imre, vagy csak röviden Imi, a Defender együttes egyötöde ebben a pillanatban, aki egyedül a színpadon biztos nem tudná megállni a helyét, mint együttes, szólóban talán igen. Szia! Szia, csak üdvözlöm a... Na hát, valamikor nagyon régen találkoztunk, futottuk még össze, akkor még nem is tudom, a hazai rockzene ott próbálkozott gyerekcipőit éppen dobta le magáról, hát azóta eltelt egy pár év. Hát igen, azt hiszem, hogy 97-ben találkoztunk először, egy... 12 év jesztus. Mi akkor egy évesek voltunk, és hát egy Sepsiszennyi tehetségkutató versenyen volt, hát a zsűriben. Igen, igen, hát több együttessel is, udvarhelyi együttesekkel is összefutottunk akkor, és most utána ugye tudjuk ápolni a barátságot. Mi a helyzet veletek most, 12 év múltán? Hát így már hát, 13 év ugye, amit a így van, csapat. Így van, hát azóta megjelent 6 lemezünk. ha minden jó, egy jövőre megjelenünk a 7. is, amit most készülünk felvenni Magyarországon. És hát, hát azt mondhatom azért röviden, hogy egy kicsit változott a stílus is, mert ugye annak idején még angolul kezdtük, tehát angol nyelven énekeltünk és teljesen más stílus játszottunk. Ez 2001-ig működött így, és azután átváltottunk stílusban egy kicsit, inkább ilyen dallamosabb rockzenét játszunk, és a lemezeink azután magyarul jelentek meg, tehát 2001-ben jelent meg az első magyar lemezünk, a Kőszobor, és azután jött a többi. Mi a helyzet az erdélyi rockzenével? Meg tud élni? Van lehetőség előrelépésre? Itt most nem a lemezekre gondolok, bár 12 évvel ezelőtt, ha egy együttesnek lemeze volt, az volt a csúcs, az állam, hogy wow. Most több együttes is jön, hogy hát már 6-7-8-9-10 lemez. Szóval ma nem olyan nagy dolog úgymond, vagy legalábbis nem jelent annyira státuszszimbólumot egy csapatnál, de azért mégis mennyire tud megélni egy zenekar? Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen meg tud, ez is ugyanolyan, mint egy bármilyen szakma vagy cég, foglalkozni kell vele, ha lehet, akkor csak ezzel. Hogyha csak ezzel foglalkozik az ember, akkor szerintem működik. Tehát mi rengeteget koncertezünk például Magyarországon és itt Erdélyben is, de én teljesen átadtam magam most már a szakmának, úgyhogy mondhatom azt, hogy csak ezzel csak foglalkozunk, meg csak ebből igen. Tehát rengeteget foglalkozunk a zenekarra. Eszembe jut a régi módi szülőknek a stílus. A fiam, válasz magadnak valami normális mesterséget, mert ebből nem lehet megélni. Hát erre te most szépen éppen rácáfolsz. Hát igen. Ennek nagyon örülök, mert egyébként ezt nagyon szeretem csinálni. Volt egyébként olyan periódus, amikor úgy tűnt, hogy ez már nem fog tovább menni. A zenekarnak volt egyszer egy éves szünetben is. Felvételét hallhatták az elmúlt percekben. Hölgyeim és uraim, stúdiónk vendége Fülöp Imre, a Defender frontembere. Köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, köszönöm szépen a lehetőséget és üdvözlöm a sepsiszennyőgyi hallgatókat. Mi szél hozott erre? Hát Szabadíts fel című dalunk jelent meg pár napja, még meleg, most jött ki a stúdióból. És hát ezt szeretnénk a sepsiszennyőgyi hallgatóknak is megmutatni. Amit nem sokára hallani is fognak természetesen, igen, és már amit hallottak. Így van, és
és szervezzük az őszi turnét, ami több mint 20 állomásos lesz, és ezügyben is vagyunk kisebb szennyi, ugye mindenképpen. Mit jelent az őszi turné? Hát ez igazából október elején indul, és egész december közepéig tart. Ez alatt bejárjuk nagyjából az erdélyi nagyvárosokat, és hát Magyarországon is lesz 8 állomásos turné. Aztán mivel idén ünnepeljük a 13. versenyhelyi közelje Vármezőn, ami egy ilyen kétnapos esemény, és ez lesz egyben a Defendernek a 2009-es utolsó szabadtéri fellépése, mivel már utána jönnek a beltéri koncertek. Milyen programok lesznek itt? Hát nagyon, nagyon sok minden érdekes dolog lesz ezen a Hőlékban fesztiválon, többek közt zenekarok is, de kis használom az alkalmat, itt van az én Arni barátom, aki egyébként mélyen benne van a szervezésben, úgyhogy hagyom, hogy két szót mondjon el ezzel a rendezvényről. Lehet mondani. Hello. Szóval az idén most már negyedik alkalommal szervezzük meg Vármezőbe, Szováta és Vásárhely között ezt a Hőlékbanon fesztivált. Ennek az érdekessége az, hogy az első és eddig egyedi Romániában, tehát nincs egy ilyen tematikai rendezvény. Hőlékbanon mellett még lesznek ejtőernyősök, sárkányrepülők, tehát ilyen légi mutatványokat lehet látni. A tavaly egy olyan 15 ezer néző volt a képes alatt, az idén reműködött. Én azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy igen. Az Állatszat mögött album, az sokan azt mondják, hogy nagyon erdásan szól, viszont azért, én azt mondom, hogy azért szól olyan erdásan, mert ugyanazokkal az emberekkel, ugyanazzal a hangmérnökkel, ugyanazzal a hangfelvevővel, mert ugyanabban a stúdióban vettük fel a Lőbeszka lemezeket, és azt lehet mondani, hogy majdnem ugyanazok a hangzások vannak. De én igen, tehát én mindenképpen, hogyha magyarországi zenekarhoz kellene hasonlítsam a Defendertől, az Erdát mondanám. A Kézdivásárhelyi és környéki rádió hallgatók emlékében még biztosan, hogy nagyon él az idei őszi sokadalom emléken, hiszen alig egy hónapja jött véget, úgy tudom, hogy erre ti kaptatok meghívást, de végül a koncert elhalasztódott. Mi volt ennek az oka és mikor pótoljátok be ezt a kimaradást? Én szeretném minden hamarabb bepótolni, egyébként megmondom őszintén, örülök is az alkalomnak, hogy nagyon, nagyon bánjuk, hogy nem jöttünk el. Ugyanis nagyon szerettünk Kézdivásárhelyre járni már nagyon rég. Úgy nagyon, nagyon tartom a Kézdivásárhelyi közönséghez, és nagyon szeretjük ezt a várost is. És megmondom őszintén, hogy igazából nem tudom, hogy mi az oka, mi a háttér. Azt tudom, hogy sajnos valamiért az idén az elmaradt. De a szervezők miatt, vagy nektek volt a naptáratok túl? Nem, nekünk a dátum az be volt írva már nagyon rég, tehát meg a nyár elején. Nos, köszönjük szépen a kollégának, hogy bejátszotta a klipet. Árul el, melyik volt? Hát ez a Várok meg Rákszínű videóklip volt, amit, ahogy láthattuk, ez Keresztes Jüri duett volt. Egyébként ez az első videóklip, ami készült a Defender dalaira, Budapesten volt forgatva, és hát annak idején a Top Club Magyarországon első helyre is került. Gratulálok ezért. Picit késés van, ezért nem feltétlenül a mai beszélgetést. Először bevezetőül mondd el, hogy hogyan alakult az együttes, és kinek volt az ötlete maga a Defender, és mit alakult el? A Defender nevet azt még annak idején az akkori dobosunk adta, mi egyébként 96-ban alakultunk. Akkor hát ilyen garázzenekarként gyerekek voltunk, és emlékszem, hogy ami érdekes egyébként, hogy a legelső koncertje a Defendernek az Csíkszeredán volt, viszont az első nagy békésünk a koncertje szennyére volt, mivel 97-ben fejlettségokat a versenyen nyertünk. Egy éves volt a zenekar, és akkor nyert a negyedik helyet, meg egy külön díjat, ami akkor nekünk nagyon nagy dolog volt. Ez 97-ben volt. És 98-ban akkor is képtel ugyanitt, hogy mi az a fesztivál megjött az első helyet, és akkor nyertünk is egy lehetőséget, egy másik tehetség között a versenyi fellépés, ahol aztán azon a bizonyos rendezvényen nyertük az első lemez szerződésünket. És gondolom, hogy született meg az első. Így született meg az első lemez 90.